special thing. Ella me da y yo este momento. Me mostra che rocciamo ruhat con il sarodio e ti sono de borulli, tutto? Anni ho chiuso a te, ma sta hato noio me sarod. No, ma ho zapproco mi ho fatto, ma tardo me ne per sexe. Ma smondo un bello che coi nezzerme coi micina, so sta in etmene cosa. No. Hogy ha kéne menje fizetni, tudod, de még nem leszek ide vett a nyomdíjamot, úgyhogy csak hétfőn indulok el fizetni. Annyi vizet locsolt, hogy tiszta víz mindenféle. Mondom, minek kell annyit locsolt? Mondom, úgy látszik sok pénzetek. Hát, Jancsika, füvet, a világot, búrját, mindenféle. Hát mondom, minek kell annyit locsolni, Jancsika? Van pénzetek, hogy fizessétek a vizet? Na, gondoltam magam, meddig nagyanyám fizeti, addig fogja. Na, úgyhogy. Na jó, és megkaptad a nyugdíjemelést? Nyugdíjemelést megkaptad? Elejött. Igen? Mennyit emelt? Nem tudom. Nem tudok. Na jól van. Ezt le is kaptál? Én még nem kaptam nyugdíjt. Ja. Hát honnan? Hát én is kapok, hogy ne kapnék, csak nem kaptam nyugdíjt, úgyhogy. Na. Úgyhogy. Na. Csak annyit ad, 200 lejt Irénnek? Ne. Irénnek csak 200 lejt ad? Én velem zsibagolják. Mi? Mondom, én velem zsibagolják. Bért a papír tettem hova. És? És kapott két lejt. Megint végigvihet a papír, nem elég a pénz. Hát jó van, de te az ételben mennyit fizetsz? Te az ételben mennyit fizetsz? Egy hétvihet a dolog. És hogy vigyáznak rá, arra mennyit fizetsz? Figyelje. Hát ez nem ők, akárhogy rosszul, jól, de csak melletted vannak. Anus. Én is ilyen mondjak valamit. Hallod-e? Az én sógorasszonyom Margit, a lejánya kiment Angliába, és itthon van hagyva egyedül, hát tud járni, na, rendezni magát mondjuk, és az ebéd meg van rendelve az Izabellából. Minden nap hazaviszik. De egy hónapra, 30 napra 420 lej, csak az ebéd. Érted? Hát az már pénz. Úgyhogy 200 ebből nem lehet főzni egy hónapra. Na. Úgyhogy. Hát úgy csináltok, ahogy akarjátok. Na. Na jó van, akkor mintha jönne az eső, tudja, nyavaja kiterögettem egy rakásmúra. Végre elvégeztem a farakást a tennap délelőtt. Úgyhogy másfél hetet dolgoztam vele minden nap. Na, akkor be is takartam, az el van végezve. Én nem kapcsoltam bilekkal, ezért megadtam, hogy jön a baj, ebbe kapcsolatban.
Vagy be, vagy ki. Na, akkor onnan van dolgozó, már fejvidék ki. Most is ügyetem terve. Terve van egy. Neked ezért van? Kábel vagy digi vagy mi van? Kábel van neked? Kábel? Azért, mert nekem kábel van. Ottan nem lehet fogni a Mária rádiót. De akinek van digi-je, az mindenki fogja a Mária rádiót. Minden délelőtt végzik a rózsafűzést. Egyik nap elmentem Magdihoz, Smuszer Magdihoz, mert nem indul be a miénk a cirkulás, hogy kellett vágják a fát. Akkor elmentem, és megkérdeztem, hogy ha van nekik, ideadják. Aztán nem felhívom Vilmos, és megkérdezem. Mondta Vilmos, hogy nagyon szívesen hozzuk el. Nos, akkor persze el volt hozva, akik felvágták, aztán visszavitték, és akkor mondom, viszek egy fél liter szilva pálinkát Vilmosnak, hogy ide adjam. Na, és akkor ment a Mária rádió, mondták a rózsafűzés. Na, és azt mondom, Magdi, minden délelőtt menjen. Na, de mondom, nálam nem lehet fogni, ma kábernél nem lehet. Na. Úgyhogy. Na, jól van. Más? Semmi újság? Meg vagy hűlvanos, hogy úgy köhögsz? Vagy? Ne. Meg vagy hűlve, hogy úgy köhögsz? Vagy? Nem vagyok közül. Csak köhögtet valami. Az nyilván az van, hát köröljé, hogy nem mi köröljé. Csak nem tudom, hogy ölvi a hangot. Hát valami. Kérjük, hogy köröljék az oda. Jó, nekem nem mi köröljé. Aztán én is körögök. Na, hát aztán mindenki körög, Isten. Na. Thank you.
Hát csak húzzák le, s oda van ragaszkva. Na jó, van akkor. Menjek. Jó, Isten. Hoztam neked két palacsintát, most sütött el, de nem édes, nincs cukor benne, mert túlóval van főtt. Ez meleg. Ne. Itt megkapod benne. Nézd meg, milyen meleg még. Na. Mert a reggelbe kavartam, és ameddig mostam, addig kert. Teraptam a ruhát, csak akkor mondom, sütöm meg, és akkor jövök be, hogy ne járjak a nagy napon, mert akkor, mikor itt voltam, akkor is olyan erősített a nap, hogy alig tudtam menni haza. Na, és akkor mondom, jövök, mert azt mondta Bella, hogy 11 óra és 5 óra között nem szabad járni. Hát most 11 óra, 10 perc alatt haza. Na, mondom, meg tudod enni az ilyeneket? Nem sokan is. Igen, tényleg. Én tudom, hogy vette, ott Jukkánál láttam. De mondom, minek vette ilyet a húsmamának, mondom, mert sós, és nem jó neki. Hát lassan megeti, mondottam neki, de. Hát véleges, legyen a nevés, olvasom a sót. Igen? Na, jó, volt. Hát ilyen égyet kell, ezek kell egyen, ennek kell egyen. Egyen, én. De akkor én vagyok a hívás. Hát megválogat. Hallod, ők fiatalok megbírnak enni akármit. Na, az öregek azok már másképp vannak, mert itt nem kell olyan fűszeres. Na, de hát Isten, mit csinálunk? Ez van most. Rők vagy szorulva kell hallgassam. Igen. Na, nincs amit csinálni. Mert ez gyönyörűen szokták. Nincs, amit ez meg, mert mondom, jó meleg, nincs cukor benne. Na, kaptam az unokámtól egy olyan fél kilónyi túrót, felét megettem, és fele ott volt a hűtöves, mondom, akkor avassuk egy kicsi palacsit. Na, hát hát. Na, jól van, akkor hagylak a... Na jó, akkor ebben megmondom. Nincs amit. Na, szerint.